Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Dóra vagyok. Arra gondoltam, hogy a mai videóban mesélni fogok nektek néhány olyan vicces és kínos sztorit, amik velem történtek meg. Köztük lesz az első csókom, ami hát, valljuk be, eléggé kínosan alakult. Továbbá még barátnőmmel közös sztorikat hallhattok a videóban. Mostanában azért volt pár ilyen filózós videó, úgyhogy arra gondoltam, hogy most a következő videó legyen egy ilyen kis lájtosabb videó, egy sztorizgatós videó. Na hát ugye az első csókom az nem volt éppen a legfényesebb, úgymond nem volt mesekönyvbe illő, azt már most elmondom. De ez nem is inkább egy csók volt, hanem mondjuk úgy, hogy egy ártatlan kis szájra puszi. Hát a történet egy kicsit régebbre nyúlik vissza, amikor is én középiskolás voltam, és emlékszem rá, hogy meglátogattam anyát abban a kisboltban, ahol ő akkoriban éppen dolgozott. És hát ugye bent voltam anyával a boltban, és beszélgettünk suliról, az élet nagy-nagy dolgairól, amikor egyszer csak betoppant a kisboltba egy aranyos, picike, alacsony kis öregnéni. És akkor ugye mondja az öregnéni anyának, hogy Rita, te vagy az! Jaj, de régen láttalak! És akkor még kérdezte anyától, hogy hogy vagy, Ritácskám? Minden rendben? Körülbelül egy 5 percig beszélgettek, és akkor ezután ugye anya bemutatott a néninek, mondta neki, hogy egyébként ő itt a lányom, Dórinak hívják, most éppen középsuliba jár, stb. És akkor jön a néni hatalmas mosolyjal a száján felém, eléggé megindult, és mondja, hogy gyere! Gyere, adok egy puszit! Kérek egy puszikát, tudod? És hát ez nem puszi lett, nem arcra puszi lett. Hát ugye ugyanabba az irányba kezdeményeztük az arcra puszit, aminek a vége egy szájra puszi lett. Hát ennyire sem örültek még nekem azelőtt. Az is biztos, az öregnének a száján az a hatalmas mosoly, én pedig azzal a lendülettel kértem elnézést, és húztam be a raktárba. Miután elment a nénike a boltból, a puha kis arcával, mi van? És akkor utána anyának természetesen elmeséltem, hogy miért mentem be a raktárba, ugye ő azt hitte, hogy bunkó módon nem köszönök a néninek, csak elmegyek, és akkor ott el vagyok magamba, és akkor ugye mondta anyám, hogy hát ez a puszi biztosan nem oda irányult, ahová az öreg néni adta, és hát úgy ránéztem anyára, és biztos, ennél jobb első szájra puszit nem is kívánhattam volna magamnak. A második sztorim következik, amit barátnőmmel éltem át, nem is olyan rég. Az első latteártomat készítettem el barátnőmnek. Ugye tudnélik rólam, hogy mostanában nagyon elragadott ez az egész művészet, a latteárt, a kávékészítés. Ezért barátnőm meg is ajándékozott engem tejhabosítóval, vettünk mindenféle 2,5 meg 3,5%-os zsírtartalmú tejeket, ugye, amivel eléggé szép formákat lehet készíteni. Vettünk csészéket, és hát akkor én nekiálltam a nagy-nagy munkának. El is tudtam mélyülni hát ugye a nagy munkában, és nagyon-nagyon koncentráltam. Amikor már elkezdtem kitapasztalni, hogy hogyan is érdemes tejkrémet csinálni, hogy jó legyen az állaga, hogy azzal ugye rajzolni tudjak a kávéba, akkor én már úgy éreztem, hogy készen állok, és akkor meglepem barátnőmet egy szívecskés látteártal, mutatom, hogy miért akartam készíteni. Ez azért szerintem egy gyönyörű látteárt, úgyhogy én ezt próbáltam leutánozni. Ugye néztem is róla videót, hogy a barista hogyan tartja a poharat, hogyan tartja a tejkiöntőt, hogyan húzza a kezével a mintát, hogy tökéletesen kijöjjön a szívecskének a csücske. Hát én bele is vágtam a nagy munkába, barátnőm bejön a konyhába, és kérdezte tőlem, hogy esetleg nézheti-e azt, ahogyan dolgozom a kávéval. Én pedig mondtam, hogy persze, örülnék neki, úgyis ez lesz az első latte ártom, úgyhogy nyugodtan nézheti.
neki csinálom meglepetésből, de nyugodtan nézheti. Na hát én ugye neki is láttam nagy-nagy-nagy lelkesedéssel ennek a procedúrának, a szívecskének a teteje már megvolt a tejkrémből, már csak az alja a kis csücske hiányzott. Ugye fogom a poharat, és elkezdtem a tejkrémmel a szívecskének a csücskét húzni, és amikor befejeztem, elemeltem a tejkiöntőt, akkor ez a forma fogadott minket. És most nem viccelek, miután megláttuk ezt a formát, körülbelül 10 percig sírva röhögtünk a földön. Annyi lett a szerencsétlen látteártnak a sorsa, hogy ugye lefotóztam, nagyon jól tükrözött engem, aztán pedig elkavartam, teljesen más formát csináltam már utána belőle, ilyen cikcakos hülyeségek jöttek ki, aztán én fogyasztottam el ezt az italt. Transznemű srácokhoz szólok, most ezzel egy nagyon jó poén jutott eszembe. Ha elfogy a ti sátotok otthon, akkor hívjatok engem, csinálok egy késátot. A következő sztori, az szintén egy közös sztori lesz barátnőmmel. Ugye, amikor mi megismerkedtünk, akkor én éppen egyedül laktam egy albérletben. Egyik napon Dominika nálam aludt, és ugye este szeretett volna zuhanyozni. Megmutattam neki, hogy hol találja a fürdőszobát, adtam neki törölközőkendőt, és akkor ugye ő elkezdett zuhanyozni. Na de hát nem is olyan sok idő telt el, elkezd nekem kiabálni, hogy Dóri, és akkor megyek, mondom, itt vagyok, mondjad. És akkor mondja, hogy nincsen meleg víz. És akkor én mondom neki, hogy de az hogy lehet? Hát ebben a lakásban mindig van, tehát korlátlan a vízfogyasztás, 0-24-ben jön a meleg víz, tehát bármikor zuhanyozni. Ezt csak azért mondom, mert ez a történet körülbelül olyan 11 és éjfél körül lehetett, ugye egy barát zuhanyzott. De nekem is volt olyan, mert tavaly nyáron mindig olyan 11 éjfél vagy éjfél után értem vissza, ugye, mert a legjobb barátommal mindig lógtunk, és beálltam a zuhany alá, és nekem mindig volt meleg víz. Tehát nem értettem, hogy nincs, és ki sem írtak semmit, hogy esetleg nem lesz meleg víz, tehát lennie kellett. De mégsem volt. A következő szituáció az még szintén ide tartozik, hiszen ugyanezzel kapcsolatos, már az első közös albérletünkről van szó, amikor is Dominika elmegy zuhanyozni, szintén nincs meleg víz, megoldódott a probléma. Néhány nap múlva ugyanúgy ugye elmegy Dominika zuhanyozni, jött a meleg víz, csak szétcsúszott a kezébe a zuhany, de az egész berendezés úgy, ahogy volt, így de halljátok, akkor átszólt ez az egész zuhany, mint hogyha valaki leszakadt volna felettünk, és olyan szinten csúszott szét ez a berendezés, hogy mindenhonnan spriccelt a víz, szóval. A következő közös albérletünkbe pedig, ahova elmentünk, szintén probléma volt a meleg vízzel, hiszen csak bizonyos időközönként melegített a boiler. És ugye, amikor kivettük ezt a lakást, a tulajdonos nekünk erről semmit nem mondott. És akkor ugye én fölhívom a tulajt, hogy de hát ez hogy lehet, és akkor ő mondja, hogy ja, hát amúgy ez egy embernek bőven elég egy napra, amit melegít a boiler, és akkor mondom, hogy hát mondom, ketten vagyunk. Tehát hideg vízbe tudtunk mosogatni, és akkor már eljött az a szint, hogy elegünk van ebből az egészből, és vízforralóval melegítettünk vizet, hogy el tudjunk mosogatni. Tehát ugye már, hogyha fürödtünk és zuhanyoztunk, akkor már mosogatni nem volt víz. Szóval nem értem. A negyedik és egyben a legutolsó sztorim mára. Az első közös albérletünkben történt szintén. Amikor is egyik este nagyon-nagyon siettünk valahova barátnőmmel, és én voltam a kulcsfelelős, tehát zárom az ajtót, és olyan hülyén zártam az ajtót, hogy annyira siettem, hogy nem tudtam első húzásra kihúzni a kulcsot, és így visszanyúltam, és egy kicsit így visszarántott az ajtó, és akkor kihúztam a kulcsot. Nem néztem a kulcsot, elraktam a zsebembe, oké. Aztán ugye az este folyamán megyünk vissza a lakásra barátnőmmel, veszem a kulcsot, dugnám be a zárba, hát mondom, ez nem megy be. Persze, mert elgörbült a kulcs, tudjátok, hogy oldalról kirántottam, elgörbült.
mondom, basszus. Egyetlen egy kulcsunk volt, próbáltam előtte másoltatni. Mindenki elzavart azzal, hogy hát ez egy olyan különleges kulcs, amiben van egy ilyen kis benyomódott rész, amit ők nem tudnak lemásolni. Hanyadik században is élünk, emberek. És akkor ugye állok, és akkor mondom Dominikának, hogy hát de basszus, hát nem maradhatunk itt, kint tél volt, és akkor eszembe jutott, hogy hát jó, akkor becsöngetek a szomszédnénihez, kérek egy kalapácsot. És akkor elmondtam szépen a néninek, hogy hát ebbe a helyzetbe estem bele, sajnos nem tudunk bemenni, adott egy kalapácsot, én meg ott az éjszaka közepén, hát jó, most nem tudtam mit tenni, elkezdtem kalapálni a kulcsot. És mondjuk azt, hogy szó-szó, kiegyenesedett a kulcs, be tudtuk dugni a kulcsukba, be tudtunk jutni a lakásba, csak nem tudtuk kihúzni kívülről a kulcsot. Tehát nem unatkozunk, értitek, soha sem unatkozunk. Aztán annyi még ezzel kapcsolatban, hogy ezek után már eléggé nehéz volt kibehúzni az ajtóból a kulcsot, de aztán eléggé ki tudtam már utána kalapálni, egyenesíteni azt a kulcsot, szóval ezután már nem nagyon volt vele probléma. Na de hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, remélem, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is legyetek nagyon jók, ne pedig úgy, mint én. Sziasztok!